Őszinte, naprakész, hiteles. Ezentúl Magyarország egyik legszebb stúdiójában vitatjuk meg a közélet mindenkit érintő kérdéseit. Kapcsoljon a megújult Echo TV-re. Echo, a nemzet hangja. Jó estét kívánok, ez a Troll. Hogyha hazudunk és le is írjuk mindazt, akkor sajtódíjat kaphatunk érte. Ez történt a 444 újságírójával. Süllyed a Paksi atomerőmű. Hát persze, pont a választás előtt. És ha már voksolás, a Mérce az ellenzéket ekézi, mert szerintük képtelen bármit is tenni a kormányváltásért, úgyhogy minek is az? A Ballibek hiszti köre bővült. A Facebook után már a térfigyelő kamerák nagyhatalmi úrra is lett Orbán Viktor. Ilyen ez a diktatúra. Sok a témánk ma is, úgyhogy kezdünk. Boros Bánk Levente, Szarvas Szilveszter és Pindrok Tamás, szerbusztok, jó estét! Jó estét, sziasztok! Ács Dániel nyerte az év legjobb oknyomozója újságírójának járó Göbölyös Soma díjat. És az elsőfokú bírósági döntést is elnyerte, hogy szinte mindenben helyre kell igazítani ugye ezt a cikkét, amiért megkapta egy díjat. Jó, várjuk meg a másodfokot, de azért... Ma volt, és kiderült, hogy másodfokon is egyébként a Ferencvárosi Önkormányzat nyert. Nem hiszem el. Elmeszelték a 444.hu-t, úgyhogy másodfok, és jogerőre emelkedett ez a döntés, tehát a 444-nek helyreigazítania kell ezt a cikket, amiért valóban megkapta az év oknyomozó újságírója díjat Ács Dániel. Hát, ugye azért azt tisztázzuk, hogy nem csak egy dolgot állítottak fals módon, tehát itt volt egy rendes lista, hogy mi az, amiben hazudtak. Hát hosszabb, mint egy bevásárló lista egyébként. Ki hazudik többet, az kapja a sajtódíjat idén. Igen, igen. Most egy kíváncsi vagyok, hogy visszaveszik ezt a díjat, vagy ilyenkor mi a balliberálisoknál a szokás? Ez szörnyen kínos. Tehát az, hogy egy ilyen helyreigazított cikkér utolsó betűig hazugságért valaki az évok nyomozója újságíró díjat elnyerheti, hát ez tényleg példátlan, és egyébként skandalom. Azt nem mondtuk el, miről is szól ez a történet. Ferencvárosi parkolásról egy egész évben figura, egész évben ezzel foglalkozott a saját elmondása szerint. Én ennek nagyon, tehát, de milyen jó ennek? De nem, tehát Tamás. Utána járt a dolgoknál. Azt kívánom, hogy olyan munkád legyen, ahol egy éven keresztül egyetlen egy témával foglalkozzál, tehát semmi más dolgod nincsen. Január 1-én fölkezd, a háromszor után leadott. Ezek után azért hadd kérdezzük már meg, hogy betette egyáltalán a kerületbe a lábát? Hát igen. Tehát írt úgy cikket, hogy tudja, miről van szó. Parkoló autót, vagy nem tudom. Egyébként tudom, hogy Savanyú asszony ülött, tehát irigykedtek. Igen. Hogy nem kaphattok egyébként ilyen oknyomozó újságíró díjat. De nem kapott, de azért nem kaphattok, mert ti nem vagytok oknyomozó újságíró. Egyrészt oknyomozók sem mondani. Vagytok, meg újságírók sem. Másrészt azt is látni kell, hogy ezeket a díjakat így egymásnak osztogatják, és egymás nyalják és falják körbe. Ezt már kezdeményeztük, hogy mi is alapítsunk díjat, és akkor így vetésforgóba megy. Minden évben van, és aztán megfordul. Akkor én hadd kezdjem egyedül innőként, akkor én kapnám meg először. Most megszavazzuk, hogy 1 millió forint is jár vele, vagy azt ti dobjátok össze? Ti? Hát majd a helyreigazítási ízben. Vagy inkább pályázunk Soros Györgynél, hogy támogassunk. Azt is lehet, nem? Jobboldali újságíró díjat, hát ha csúran cseppel. Hát vagy pedig meg kell kérni a Jobbikot, hogy gyűjtsön neked is. Mikroadományokból egész jól jön össze a pénz. Vagy leigazolsz a mindig elfelejtett Dudás Gergőhöz. Nem tudom, az éppen hogy állt. Tehát ő is arra gyúr, hogy nagy szerkesztőséget tudjon nyitni. Azt nem tudom, de Gulyás Márton már úgy áll, hogy 10 választókerületben tud közvéleménykutatást csinálni, mert annyi pénz állítólag összegyűlt. És 40, azt mondják, hogy nem tudom miért mondják, hogy 40 választókerületet kellene nekik megnyerniük, egyébként ez nem így van. Meghiányoztak a matek óráról is. Hát igen, tehát 40, a 106-ból 40-et meg kellene nyerniük, és akkor a Fidesznek nem lenne abszolút többsége, ami egyébként egy baromság, nem tudom, hogy ki találta ki, mert ezzel ezzel még meg lenne a Fidesz abszolút többsége. Nem mondom, hogy ki találja ki, meg ki találta ki. Na, ki? Nem illene. Ja, nem illene. Kollégáról. Igen. Minden esetre ez Török Gáborra tippelek. Hogy 2017-ben az évszava mégiscsak a mikroadomány lett, nem? Tehát mindenki kalapol, mindenki tarhál, ez így nagyon bevált nekik, és egyre inkább így csúcsra járatják ezt, úgyhogy elképesztő. Jó, múlt héten foglalkoztunk Konrád György interjújával, de hát azóta görgített tovább ez a történet, mert hogy panaszt emeltek a HVG ellen az NMHH-nál, és ugye titeket is a HVG főszerkesztője megtalált, hogy be akar perelni? Igen, a cikkért, mert hogy szerinte hazudunk, pedig ez egyáltalán nem így van.
És akkor el ki kell hazudik? Olvasni, el kell olvasni a Konrád interjút, el kell olvasni, hogy mit mondott Konrád György, és akkor azok után egyébként lehet mindenről beszélni, de pont arról nem, amiről a HVG főszerkesztője. Úgyhogy egészen elképesztő, bár annyiban cáfolnálak, hogy ugyan tovább gördült egy fokkal az ügy, hogy Lovas István valóban bejelentést tett és feljelentést tett a HVG ellen uszítás miatt, ugyanakkor nem nagyon látom ezeket a petíciókat, meg nyílt leveleket. Meg az elhatárolódást. Amit egyébként egy jobboldali újságíró tenne, akkor itt állom. Skandalum lenne. Így van. És itt ebben az esetben nagyon nincs. Azért, mert ugye folyamatosan azt mondják, hogy mi hazudunk. Ti is, mi is, és mindenki más is, aki Konrád Györgyöt szívja. Ez már túl van a hazugságon. Ez nem hazugság kérdése. Igen. Itt arról van szó, hogy egy megvénhet korábbi liberális megmondó embernek neki is sem jó a szőlő, tehát mondjuk ki. Mai adási eligéjes sem vagy jó a szőlő. Nehéz Konrád Györgynek lenni manapság, na, tehát meg Heller Ágnesnek is nehéz. És gondoljatok bele, tehát ezek az emberek voltak azok, akik uralkodtak Magyarországon 20 éven keresztül. A 90-es évek, jó, sőt, tovább megyek egyébként, valószínűleg 80-as, meg lehet, hogy 70-es évektől kezdve. És most meg eljutottak egy olyan pontra, hogy otthon üldögélnek, már nincs, hogy fölhívjanak, hogy instrukciókkal lássák, hogy hogyan kéne kormányozni, meg nincs, hogy megírják, meg aztán lenyúlják a nagy lóvét. Most az otthon ülnek, és puffonnak magukban, és aztán néha, hogyha végre valaki megkérdezi a véleményüket, akkor meghirtelen diktatúrát kiáltanak, meg éppen akasztani akarnak, meg le akarják lövetni Orbán Viktort, én nem tudom micsoda. Tehát nincs különbség egyébként tényleg a Konrád György és Heller Ágnes között. Nincs egyébként. Tehát abban a HVG számban. Ilyen szempontból abban sem. Abban a HVG szám az egy kincses bánya volt, mert Ungvári Krisztián is nyilatkozott egy nagy ívűt. Lapoztam néhányat, Heller Ágnes publicisztikájával találkoztam, és az utolsó oldalon ott volt maga Konrád György, tehát a Haba tortán, a Ceausescu. Feltették az íra a pontot. Igen, teljesen. Tehát, de valóban az van, hogy érthetetlen, hogy egy újságíró, aki ad valamit magára, tehát aki ad valamit magára, vagy egy szerkesztőség, aki ad valamit magára, az ezt lehozza. Tehát ezt a mondatot, mert de jó, Konrád Gyuri bácsi, lehet, hogy ezt csak úgy mondta. Tamás, ne csodálkozz. Lehet, hogy csak úgy mondta. Tehát ezt vissza is kell igazolni, ezt az interjút. Azért véletlenek nincsenek. Pláne, amikor írásban jelenik meg az a történet. Hát azért még az sincs, hogy nem tudom, be volt rúgva a stúdióban, és éppen hülyeséget beszélt, vagy be volt gyógyszerező, vagy ez a hivatalos általában ilyen esetben. Csak hogy csak azért azt sose felejtsük el, hogy ezek az emberek már évek óta építik azt a narratívát, ami még a középkori filozófia szerint ugye zsarnokülés tanaként vonul be a köztudatba, legalábbis a politikai tudomány szellemi hátterébe. Arról szól a történet, hogy Orbán Viktor egy zsarnok, és a zsarnokkal szemben minden megengedhető. És ezek így pörgetik magukat ebbe a narratívába, és innentől kezdve, tehát hogyha innen nézel rá a történetre, akkor nem hibáznak ezek, csak kimondják azt, amit gondolnak. Hát kimondják, csak az a baj, hogy a valóságot nem ismerik, tehát és a választókon átnéznek, tehát őket nem érdekli, hogy hányan szavaznak Orbán Viktorra, a demokrácia nem érdekli őket, mert hát 2014-ben is megvolt a kétharmad, és hogyha így haladunk, akkor hát most is meg lesz az erős kétharmad, sőt erősebb lesz. És a kettős mérce az nagyon él náluk, tehát hogy amikor mondjuk Orbán Viktor azt mondja, hogy muzulmán inváziós erő jön a migrációval, akkor ez milyen gyűlöletkeltő, de hogyha ők mondanak valamit a Fidesz-KDNP kormányra, akkor az nem baj, azt lehet. Hát éppen, igen, mert hogy a zsarnokot meg kell dönteni bármilyen eszközzel. Ezt mondta ki, és ami... Hogy mondjam, tehát ezért mondom azt, hogy nehéz Konrád Györgynek lenni. Tehát, hogyha valaki már egy ilyen a mélységbe süllyed, vagy egy ilyen a szellemi állapotba kerül, az már szerintem, az már tényleg gyógyszerezni. De nem csak ezt mondom, hogy a HVG szerkesztősége. Tehát eznek a cikknek azért elég sok emberen át kell mennie, nem csak egy újságíró megírja, aztán már ott van a nyomdában alatt. Akkor volt le belőle a következtetés. Tehát akkor én kimondom, ez egy szimpla logikai lépés. Az azt is jelent, hogy HVG egyetértett az, amit Konrád György mondott. És innentől kezdve nem Konrád György magánvéleményéről van szó, hanem a komplett balliberális oldalnak egy része biztosan úgy gondolkodik, hogy itt lőni kéne. Vagy jobb mondani, vagy nem mindig, tudom. Mindig liberál diktatúrában élnek, tehát azt hiszik, hogy ők fújják a passzát szelet. Ugye tudjuk, hogy csak ők írhatnak újságot, csak ők mondhatnak véleményt, és valószínűleg ez is a háttérben áll. No,
Mi történik a Mérce szerkesztőségében? Ki tudja, mit gondolnak? Írtak egy cikket, megalakultak, megbuktatták Botkát, meg is szűntek. Ugye a Mérce a Tarjányi Péter vezette mozgalmat próbálja elkézni. Tényes való, hogy tiszavirág életű mozgalom volt, de hát nagy álmok voltak ott. Igen. Az elején, csak ilyenkor mindig azon kezdünk el gondolkodni, hogy miért, tehát hogyha rosszat ír róluk, akkor inkább maradjon csöndben, hát miért nem a Fidesz cidja? Bár arról a Mércéről beszélünk, ami pont lámpavasazott, ha már ez így igen, a és... műsorban szóba került, ugye ők írták azt Jánbor András vezetésével, hogy egyre nagyobb igény van a lámpavasra Magyarországon. Jó, legyünk korrektek, utána elnézést kértek ezért a cikkükért, de valószínűleg csak így nyomásra lehetett ez, mert így gondolhatják. Jó, na, akkor most így hirtelen így behúzott neked egyet, így a közönség előtt, majd a következő műsorban meg elnézést kérek, és akkor mi meg hát tovább történt a Mércéről. És minden rendben és akkor, ugye? Na, de minden esetre érdekes ez hát a megjelenés. Hát ez a Tarjányi alakulat is egy érdekes formáció volt. De miről szól a történet? Csak hogy hát ez arról szól, hogy amikor így a négy, vagy akárhány darab óvodás ül, vagy lehet, hogy bölcsödés ül a homokozóban, és az egyik elvette a kisvödröt meg a lapátot a másiktól. És akkor az egyik most itt esetünkben nem az óvónénihez rohangált, hogy feljelentse, vagy úgy panaszkodjon, hogy a Sanyika elvette, vagy Petike elvette a Botka Lacikától, hanem az történt, hogy ők már fölnőttek, és nekik van Mérce szélkeztőségük, meg Mérce honlapjuk, és akkor ott írják meg a panaszkodást. Ez ennyi. Tehát ezen kell röhögni. Szánalmas. Szép, amikor egymást szígyek. Nem. Szánalmas. Mondjuk ez is mutatja, hogy mekkora baj ezen az oldalon, nem? Tehát amikor már a Mérce arra a következtetésre jut, hogy egyébként ilyen ellenzék mellett miért akarnánk kormányváltást, tehát ez valóban mutatja, hogyha már ők ezen siránkoznak, hogy milyen analfabéta az ellenzék, tehát és mennyire bénák. Amikor a következő cikkre ráakadtam, akkor azt gondoltam, hogy nem változnak az idők, hanem a 444 szerkesztősége pedig ilyen skizó hangulatba került, egy ilyen állapotba, mert hogy írtak egy gondolatnyi cikket arról, hogy kevesebbet költ a kormány a keresztény üldözésre, mint a Soros kampányra, és ez mekkora szívfájdalom számukra. Isten hozta a 444.hu-t egyébként a keresztény világban, tehát végre. Most itt tapogatóznak, hogy hello, itt van más is, és próbálják megismerni, hogy mi van körülöttük? Felismerték. Felismerték azt, hogy a magyar kormány foglalkozik az üldözött keresztényekkel. Igaz, hogy ezt egyetlen nyugati kormány sem teszi meg, de most, tehát a cikken keresztül, hogyha egy kicsit gondolkodunk, akkor mi a bajuk ezzel? Tehát mi a bajuk azzal, hogy a magyar kormány az üldözött közel-keleti keresztényekkel foglalkozik? Kórházat épít a magyar kormány. Hát éppen nincsen bajuk, sőt, keveslik a pénzt. Keveslik, még több kellene. Zseniális. Gyógyszereket küldenek a magyar kormány oda. Iskolákat épít, kórházépítés, ezt is mondtam. Most, hogy ezt mondod, diákokat tanultatnak leesett. Magyarországon, tanítatnak. Fidesz bérencek. A Fidesz kilóra megvette a 444.hu szerkesztőségét szerintem, és azért sajnálkoznak. Terjeszkedik a Fidesz zsarnokság. Ez is az, így van. Sőt, ez már öncenzúra. Tehát a régi kommunista időket... És a következő lépés az, hogy állami hirdetés is megjelenik a 444.hu. De akkor lemond a főszerkesztő. Két hét múlva megüdvözöljük őket, hogy kollégák, vagy mi lesz akkor itt még? Akkor összeállnak a már korábban említett Dudás Gergővel, és akkor közös szerkesztőséget fognak alapítani, és kalapoznak egyébként. Nem, egyébként ez tényleg ez a kedvencem. Ennek a hétnek ez a csúcspontja. Tehát mi összefoglaljuk egy mondatban. A 444 keresztényeket, a keresztények finanszírozását kevesli. Komolyan mondom, tehát az, hogy ezt karácsonyra kapjuk, akkor azt mondom, hogy karácsonyi ajándék. Az ünnepek ilyen hatással voltak, nem megismerték azt a szót, hogy keresztény. A karácsony. Ja, tényleg ennyi az egész, hogy, lehet, hogy még nagyon éveleje van. Ez a karácsony? Jézus, most Jézus! Jó Isten! Szó szerint. Emlékeztek azért, hogy ez pont a műsorban illik, amikor a Gyurcsány zsinagógában folyamatosan a megváltóról beszélt. Igen. Tehát elment, és hogy ő, aki sokszor bérmálkozott, igen. Vagy többször bérmálkozott, vagy rendszeresen bérmálkozott, elment a zsinagógába, és arról beszélt, hogy a megváltó. Így a megváltó, úgy a megváltó amúgy. Hát azért az egy jó...
Igen. Azt mondom, hogy képzett hittudományi ismeretek, felvértezett emberről van szó, bérmálkozik, és megváltóról beszél a zsidó. Vagy pedig hittérítőként akar. Vagy csak nem magát gondolta megváltónak. Így növelni. No, gyűjtöttem nektek álhíreket, úgyhogy most akkor ezeket mondanám. Fake news. Süllyed a paksi atomerőmű. De még mennyire? Ez nem fake news. Ez igaz. Ez igaz? Ez igaz. Egy millimétert. Egyébként már nem tudom, mi a bajotok az álhírekkel. Hát akkor, amikor Göbölyös Soma díjat lehet kapni álhírért és klasszikus hazugságért, akkor nem egyébként ezt most miért kell? Ezt nem a helyreigazításért kaptam, most kezdek el gondolkodni. Igen, tehát ezek után, hogy van ilyen rovatunk, hogy fake news, elhatárolódom. Igen, nem? Tehát ez most már itt legalizálták a Soma díjat. Ez megint ez a tipikus ilyen európai mentalitás. Az Amerikában ugye az a klasszik megközelítés, hogyha egy kiskölök a focipályán rúg egy ordinári, nem tudom, öngolt, akkor azt mondja, hogy nice try, tehát hogy jó próbálkozás volt. Tehát, hogyha visszatérve egyébként az a díj, azért már a próbálkozásért is meg kell dicsérni a srácot, hogy jó, utána mentél. Lehet, hogy nem jött össze, de azért jó volt. Hát de az időt rászánta. Hát ezt mondom, azt is már díjazni kell. Teljesen jó. No de... Paksi atomerőmű süllyed. De még meg sem épül. Most kezdik építeni. Ez igazi bűvészkutatvány, nem? Igen, ez nekem, amikor olvastam, akkor mindig az jutott eszembe, most a Kalifornia jó példa erre, de Japán is. Hogy ott ugye folyamatosan a földrengések vannak. Hát mindenki építkeznek oda. Tehát nem, tehát mindenki tudja, hogy ez földrengés. Tudományos akadémia szerint Pakson 10 000 éven belül lehet földrengés. Igen. Tehát előre számított 10 000 év. És akkor nem szabad. És persze, amikor nem szabad. Hát, hogy valami... 10 000 év az holnap, tehát most onnan tudjátok. Néha vihar is van, tehát akkor így a szél meg az eső miatt sem kéne most már építkezni, mert ez is veszélyes. Sőt, egyébként, hát a globális felmelegedés, hogyha atomreaktor túlhevül, bármi történhet. Annyira felmelegszik az idő, hogy... Egyébként Paks kapcsán abszolút rémhírterjesztés folyik, azért ezt itt szögezzük, és vegyük komolyan. Mert egyébként a cikkből csak azt felejtették el, hogy egyébként az épületek súlya összenyomja a talajt. Igen. Tehát ez ilyen az általános iskolában megtanulhatták volna, valószínűleg hiányoztak erről az óráról, és éppen más csináltak. Tehát az, hogy egyébként az épületek miatt süllyed a talaj, ez egyáltalán nem kuriózum, és igen, ez a fél milliméter tár. És akkor már cáfoljuk meg a fake news, erre mondták azt, hogy most hosszabbították meg 20 évvel az üzemeltetési engedélyét Paksnak, hogyha annyit süllyedne, meg annyit dőlne, akkor nem hosszabbították volna. Ez itt a gondolkodó. No, bocsáss meg, csak ugye rosszul vannak az atomenergiától, és közben elfelejtenek arról is beszámolni, hogy Németországban egy katedrális lerombolnak azért, mert ugye szenetbányásznak, ők ugye óckodnak az atom szenetbányásznak, és a barna szén bányászat miatt egy katedrálist egyébként leromboltak Németországban a héten, tehát gratulálunk Németországnak, és ott is valami díjat most már osztogatni. De Magyarországon egy mondatot, ha kiragadunk, és abban szerepel a paksi atomerőmű, az csak negatív. Tehát mostanában igen, tehát tényleg ez van. Nem az atomenergiától vannak rosszul, nem az hanem ez úgy, nem is. Orbán Viktortól vannak rosszul. Jó, hát. De hogyha Orbán Viktor az oroszoktól rendel atomerőművet, akkor már rossz eleve az atomerőmű és Paks is. De hogyha nem tudom, mit rendelt volna a szélerőművet, tehát ilyen propellert, akkor meg attól lennének rosszul. Bármit csinál itt már a szél se fúj. Zsúrpubi, Orbánék 1300 menekültet telepítettek be titokban, csak féltek a lelepleződéstől. Erre nehéz bármit is mondani. Minden baj, tehát hogyha nem akarják a betelepítést. Az a baj, hogyha megjönnek 1300-an, az a baj. Hát most ki tud ezeknek a kedvére tenni? Ez a keresztényeket is, az üldözött keresztényeket támogatjuk, az is baj. Ők is ott vannak. Ez az a Zsúrpubi, amelyik ugye Jobbik honlap, mert ugye a Jobbiknak a nem tudom milyen embereihez kötődnek, vagy sőt a Jobbikosok az alapítói tulajdonosai mi egymás, és amely Jobbiknak az elnöke azt mondta, hogy néhány ezer a betelepítendővel semmi baj. Semmi baj nincs. Jól értem. Igen, behatároltad őket. Igen. És az a Zsúrpubi, ami Simicska Lajos hirdetőoszlopai hirdeti magát.
Tehát tulajdonképpen ilyen formán akár Simicska Ádám lapjának is nevezhetjük, nem csak volna közelinek. Megint az összeesküvés elmélet itt már megint. Ez nem az összeesküvés. A Facebookon megjelent egy írás az egyik énekesnőtől, aki endometriózisban szenved, és azt mondta, hogy leghamarabb 2022-re kapott időpontot, ám hogyha 2 millió forintot perkál, akkor nyilván azonnal megműtenék. No, ezt úgy fölkapták, megpörgették elég rendesen ezt a témát a Balli oldalon, hogy öröm volt nézni. De azért mondjuk szerint, el, hogy kijött az Emmynek a nyilatkozata, van, hogy egy-két hónap a várólista, illetve az egyedi eseteknél, mint ahogy ez az illető hölgy is, mivel speciális helyzetről van szó, többet kell várni. Igen. Ha valaki ragaszkodik az orvosához, akkor így van. Igen. Hát ez a tipikus példája annak, hogy a baloldal mindenre rá akar ugrani, mindenből valami ordinári nagy botrányt akar kavarni, miközben a valóság más. Ez a hölgy, ez az énekes hölgy, nem hiszem, hogy azért tette ezt közzé, hogy politikai vihart kavarjon. Nekem meggyőződésem, hogy nem. A saját panaszáról volt szó. Na most ebbe belekapaszkodtak a liberálisok, és az egész magyar egészségügyet lehúzták arra a szintre, ahol alattuk állt. Tehát az ő idejükben valóban voltak várólisták, hosszú várólisták voltak, évekbe került egy teljesen normális műtétet is megvárni. Na most ezek a várólisták a valóságban csökkentek 7 év alatt, 8 abszolút év alatt. Csökkent. Igen, és erről nem olvasunk cikkeket. Tehát igen, amikor 2009-ben valóban hosszú várólisták voltak, akkor nem olvastál ilyeneket, hogy ez szörnyös, felháborító. Sőt, azt sem írják le, hogy egyébként Norvégiában és Finnországban is vannak várólisták. Mindenhol a világon így van. És ehhez kapcsolódva egy videó is megjelent a Facebookon, amikor egy fiatal lány Angliában él, és elpanaszolta, hogy mennyire rossz itthon. Most ebből nézzünk meg egy részletet, és akkor utána ezt folytatjuk. Tisztelt miniszterelnök úr! Lőrinc Borbála vagyok, 22 éves egyetemista. Angliából üzenek önnek, ahol nagyon hideg van. Nekem nagyon elegem van abból, hogy önöknek semmi sem szent, ami másoknak fontos lehet. Legyen szó kereszténységről, határon túli magyarokról, a magyar földről, a magyar forintról, az egyetemekről, a tanárokról, az egészségügyről, vagy bármiről. Nekem ebből baromira elegem van. Úgyhogy hazamegyek, és mindent meg fogok tenni, hogy az unokáim már a nyomát se lássák annak, amit önök Magyarországgal műveltek. Viszontlátásra! Hát kemény szavak. Borbála for president, nem? Tehát tulajdonképpen ő már a miniszterelnöknek üzen, és Angliában nagyon hideg van, ez szörnyű lehet. Hát azért volt mondjuk az nem tegeztele, mint Vona Gábor, de azért na. Szembenézett a kamerával, de tegeződő forma még nem volt. Jó volt a háttér, nem? Tehát olyan, mint ha valami számüzetésben lett volna, valami börtönben ülne egy fehér falak között, egy nagy ablakot, hát rácsok az ablakon. Nem tudom, tehát hogyha annyira rossz itt minden, meg akkor nem itthon kellene valamit tenni azért, hogy javuljon a helyzet. Azért jön haza majd szavazni, nem? De utána visszamegy, nem? Nem ezt mondja? Én így értettem, hogy mindent meg fog tenni. Azért hát ezért a szavazáson, hát gondolom, hogy az MSZP-re szavaz, fog kicsit szavazni. Olyan volt, mint amikor anyuka a gyerekek, hazamegyek, igen, hazamegyek, azt meglátod, mi lesz. Igen. Hát ezért mondtam, hogy Borbálát kéne felkérni ellenzéki miniszterelnök jelöltnek, nem? Hát annyira oda mondta, és annyira kemény volt, és határozott. De összefoglalta a témákat, kereszténység, stb. De a kereszténységgel mi? Tehát azt nem értettem. Kevés a pénz az üldözött keresztényekre, tudod, lehet, hogy ez a probléma itt. Ők kicsoda? De most teljesen komolyan kérdezem. Egy Angliában dolgozom. Van-e bármi relevancia annak, hogy egy lány valahol, nem tudjuk, hogy hol, most azt mondja Angliában, tehát igen, tehát ott ült egy kamera elé, és mondott valamit. Tehát ilyet én is tudok csinálni, hogy leülök a Skype elé, följön a szüleimet, és beszólok nekik, aztán meg kirakom az internetre, és akkor ez ekkora nem, fős. Nem, tehát most teljesen komolyan mondom. Tehát senki. Minek beszélünk erről? Jó, haladjunk. Tökéletes cuki, meg nem tudom micsoda, de ezer ilyet lehetne még csinálni, pro és kontra. És az a szörnyű egyébként, hogy ezt olvastuk minden nap szinte, amikor megjelent ez a videó. Én úgy is feltenném a kérdést egyébként, hogy mégis mit gondol magáról. Tehát most úgy teljesen komolyan, tehát hogy úgy. De azért beszélünk erről, Bánk, mert a Balli sajtó felkapta, mert Orbán Viktorról beszélt a hölgy. De ez is egy jó példa egyébként arra, hogy szólásszabadság van. El akartam mondani, elmondta. Na jó, de nem itthon mondtál, hanem angliai börtönben, vagy nem tudom. Hidegben. Azért volt rajta sapki, ez olyan Ari kis bojtos kis sapki. De nem az a probléma, hogy volt rajta sapki. Nem az a probléma, de az is.
is. HVG. Érdektelenség a nemzeti konzultációban. Mert hogy 1,3 millióval kevesebb, mint a kvóta népszavazáson a kvóták ellen szavazó magyarok száma. Azoknak, akik leadták ezt. Mennyi volt a nolimpiás aláírásgyűjtésnek a végeredménye? Hát valami 200 000. 200 ezer volt. Igen. Nincs több kérdés. Tudod, azért azt jegyezzük már meg, tehát egy kvóta népszavazás és egy nemzeti konzultáció eredményét összemosni. Hát ez... van icike-picike különbség van a kettő között. Nem egy az aktus, nem egy eseményről beszélünk. Akkor mossuk össze, vagy akkor hasonlítsuk össze a nemzeti konzultációkkal kapcsolatos számokat. Ez, pont ezt akartam mondani, hogy ezt a tényt hallgatják el, hogy ez a legsikeresebb nemzeti konzultáció volt, amelyen a legtöbb ember vett részt. És egyébként a fő problémájuk meg az, hogy most vegyük ki a olimpiát a körből, de hogy ők szerintem 36 ezer embert sem tudnak megmozdítani. Hát, nem, hogy 3,6 milliót egy kvóta népszavazásra, és mondjuk 2,3 milliót a népszavazásra. Most éppen a Momentum most gyűjt valamiért már megint, ugye? Nem tudjuk, hogy hol tart. Pontosan erre akartam utalni. A HVG-nek azt javasoljuk, hogy kérdezzék már meg tőlük, hogy vajon a Momentum most hogy áll ezzel. De hogy hívják srácot, hogy megkapta ezt a kiváló oknyomozó, nyomozza már ki, hogy a Momentum éppen hol tart. Még egy per lesz belőle, várjál. Hát az egy kicsit izgalmasabb lenne egyébként. Jó, és akkor, menjünk még lejjebb. Milyen értelemben? A kvóta népszavazásnak a résztvétele, még az idei választásoknál is alacsonyabb lesz. Igen. Fúj. Igen. Ezt írjuk meg előre. Nem tudom, hogy ők mit várnak, mert az ellenzék valóban, hát a Momentum volt az a szervezet, aki állítólag 200 ezer ember aláírását össze tudta gyűjteni. Bizonyosan így van. Na de az 200 ezer volt. Igen, nem 2,3 millió. Igen, tehát itt valami, mintha egy tízszeres, több mint tízszeres lenne a szorzó. De nem az a lényeg, nem. Akkor a Momentum az most mit csinált, hogyha ez semmi, 2,3 millió, hát a válasz mikroadományok. Nulla, akkor én egyébként sajnálom a HVG újságíróját, megkapta feladatnak, hogy a nemzeti konzultáció eredményét valahogy húzza le. Szerencsétlen ott ült, malmozott, így nézegette a toalett, hogy mit csináljak. Szerencsétlen, valamit próbált kitalálni. Megvan, hát kevesebb, ez kevesebb, mint ami a kvóta népszavazáson volt. A Vona Gábor mondta azt hiszem pont az Echo TV tudósítójának, hogy nagyon sajnálja, hogy itt dolgozik, meg a köztévé tudósítójának. Hát én őket sajnálom ott a HVG-nél, de nagyon. De ezen kell kreatívoskodni, nem? Tehát de cserében majd kapnak valami díjat, és akkor minden rendben lesz, nem? Mert ezeket sokan esélyes. No, haladjunk, mert tényleg nagyon sok témánk van. Hódmezővásárhelyi kamera, ez annyira jó. Tehát megjelent ott a jelölt, sok színben, kevés színben, sok támogatottsággal, kevesebben, már azon is összevesztek, már mindenkit fenyegettek. Térfigyelő kamerát kirakatott Orbán Viktor. Megfigyeli azonnal. Igen, és a kedvencem az volt, mikor ez a bizonyos Márki-Zay Péter bement az egyik televízióba, és ott előadta, hogy a térfigyelő kamerák miatt a barátai már nem mennek a ház előtt megállni, hanem a szomszéd utcába parkolnak le, és besétálnak, mintha egyébként a kamera nem látná a sétáló embereket, nem? Tehát, de az autóval ott nem mennek leállni, tehát elképesztő. Hogy is volt, 2017 elején hozott döntést az önkormányzat arról, hogy kibővítik a kamerarendszert, és most szerelték fel. Igen. Mondom, nem csak abban az utcában, ahol a polgármester jelölt úr él és virul. De, most, egyébként... de komolyan, tehát egy térfigyelő kamera mit vesz fel? Azt veszi fel, hogy az utcában milyen mozgás van, de nem azért, mert ott él ez a szerencsétlen polgármester jelölt, hanem azért, mert igény van rá a betörések miatt. Tehát ez közbiztonsági kérdés, nem a polgármester miatt, hanem az egész utcát figyeli. Na most akkor az egész utca háborogna azon, hogy itt van egy kamera, de egyébként az a kamera mit vesz föl? Tehát ki megy ehhez az emberhez, hogy Gyurcsány, vagy kivel egyez? És hogyha oda megy és fölvesz, akkor mi van? Ezt a kamera felvételt egyébként törli. Csak akkor használják föl, hogyha valamilyen bűncselekmény bizonyítéka van ezen a felvételen. Na most, hogyha Gyurcsány Ferenc valakihez bemegy, az már bűncselekmény, lehet, hogy ez is bűncselekmény, nem tudom.
Hát remélem nem az éjszaka leple alatt egy símaszban megy be. De megint arról van szó, hogy diktatúra van, és Orbán Viktor már a nagy testvér lett, és ő személyesen figyeli ezt a térszívő kamerát, hogy milyen mozgás van. Tehát egy polgármester jelöltnek. És ugye mi ebben az álhír, tehát azt, amit a bank is mondott, azt már nem közli le a sajtó, hogy egyébként mennyi idő, amíg megtervezik, telepítik, engedélyeztetik, stb. Tehát ez nem egy hét, hogy hasamra csapok. Elindult, akkor tegyünk csak oda ki kamerát. Oké, és már mennek is, és teszik ki. Nekem de én akkor javasolnám mintegesen a kamerába, hát élvezze a népszerűséget. Előbb itt volt az a kislány, aki jól beszólt a miniszterelnöknek, hát ő pont kamerát használt, most mi a baj a kamerával? Hát itt a lehetőség. Minden nap meg tudja tenni. Minden reggel kiáll egyébként a térfigyelő kamera, és elmondja a programját. Tehát, és akkor onnantól kezdve legalább valami nyilvánosságot is kaphat. Két dolog jutott eszembe, egyrészt ott van London, állítólag London úgy be van kamerázva, hogy nem tudsz a város egyik pontjáról a másik végébe elmenni, úgyhogy ne vegyen folyamatosan valamilyen kamera. Igen. Senki sem. Tehát egészen szép a London lakossága. És a második az, hogy én mi olyat nem hallottam, hogy a törvénytisztelő ember a kamerák ellen. Tehát a férfi a kamerák ellen tiltakozik. Tehát azt akarja mindenki, hogy itt mafiózók is mafiózók meg, nem igen. Tudom, hogy a drogdílerek, igen, de egy törvénytisztelő ember. Polgármester jelöl. Ja, pláne. Változik a heti válasz. Stumpf András a Fidesznek, a Fideszre azt mondta, hogy milyen patkánykodás történik az ÁSZ Jobbik vizsgálata kapcsán. Na most, amikor az Alfa Hír szó szerint írja azt, hogy ezt nehéz máshogy értelmezni, mint hogy Stumpf András lepatkányozta a Fideszt. Hát ezt nem mi mondtuk. Hát értelmezzen téged az Alfa Hír, tehát azért nem tudom, hogy tényleg eljutottunk arra a pontra, amikor az Alfa Hír dicsérőleg, mert ez egy dicséret volt, vagy értelmezés, hivatkozik a válaszra, de a válasz.hu annak a heti válasznak az online megjelenése, ami a Simicska portfólióhoz tartozik, ugye? Így van. Most nincs több kérdés. És a Jobbik is a Simicska portfólióhoz tartozik, tehát így nincs több kérdés, és valószínűleg Stumpf Andrásból egyébként ez a benne lévő feszültség jött ki ebben a posztjában, hogy nem tudják értelmezni ezt az egészet, tehát hogy a Jobbikot megbüntették, ami ugye Simicska érdekeltségében van, és akkor a heti válasz is ugye Simicska médiabirodalmához tartozik, tehát itt ez az egész így nekik. No comment, én sem értem Andrást egyébként. Utána kéne olvasni, hogy szóvá tette vajon azt, amikor a Jobbik ilyen kurtán furcsán szerezte meg ezeket a plakáthelyeket, hogy az a vele problémája. Nem emlékszem. Én azon is kedverem egyébként, csak ezt tényleg nem értem. Tehát ez már túlmegy egyébként azon a határon, amit a független, jobboldali, kritikus értelmiségnek szerepében tetszelgünk, tehát ez már egy kicsit sok. Maradjunk a heti válasznál, ugyanis Borókai Gábor lányának cégével kötött több százmilliós szerződést a jegybank, ez is kiverte a biztosítékot, vagy hát, éppen nem. Stumpf Andrásnak megvan a fizetése, hogy ez de hát régóta ott dolgozik a Borókai főszerkesztő úr lánya, tehát régóta megbízásokat kap, gondolom jól dolgozik, és ezért kapja évről évre meg ezeket a megbízásokat. De ez viszont értem, azt de ha Fideszes kapná ezt a megbízást, akkor az lenne a baj, ha a Borókai lánya kapja, akkor az a baj. Tehát itt tényleg nem tudsz jól, igen, itt minden baj. Tehát amit egyébként Fidesz, ez ugyanaz, a mint amikor az ellenzéki médiumoknál állami hirdetés van. Az is baj. Hát az le kell mondani. Az a baj, hogy nem elég jó a diktatúra, gyerekek. Ilyen ilyenek megtörténik. Vannak. Igen. Nem is értem. Ez a puha diktatúra. Keményebben kellene. Az ATV pedig a HVG-t sajnálja. Az előbb már mi is mondjuk. Mert hogy azt mondják, hogy Bulvár TV-t csinált a Fidesz belőle. Nem elég. Az ATV-t. Így van, tehát a HVG azt állítja, hogy a 444 csak átvették. A HVG-t, igen. Szóval nem elég kormánykritikus az ATV. Sőt, egyébként, ha jól emlékszem, azért onnan vezették le, hogy a hídgyülekezetét most éppen nem rúgdossa a kormány, hanem gyakorlatilag történt egyfajta meg nem támadási szerződés. Vagy tehát egy elismeri egyházként az államot. Hát ez a legnagyobb problémájuk. Magát a tényt azt ne vizsgáljuk, mert ez messze vezetne, csak azt a kérdést teszem fel, hogy most korábban az volt a baj,
hogy a jobb oldalnak nem volt szimpatikus a hídgyűlölet. Most meg pont az most meg, ha igen, most meg az a baj. Tehát most meg is ugyanabban. Ez a baj, az a baj. Mi tartunk tényleg, ez egy örök ciklikus körforgás. De egyébként az ATV-t, aki követi, az azért nehezen fedezne fel kormány szimpatizáns dolgokat az ATV-n. Hát a legkeményebb megmondó emberek ott üldögélnek, most is, bár azért régebben Polgár úr azért még nagy sztár volt, most már nincsen ott, szerencsére, máshol lehet hallani. De mindegy, tehát az a lényeg, hogy az ATV azért egy karakteresen ellenzéki csatorna. Nem beszélve arról, hogy a műsorvezetők csatorna is kifakadtak emiatt az állítás miatt. Facebookon, élő műsorban azért elmondják, hogy nehogyan már, hát élőbe adjuk az ellenzéki beszédeket, azért viszonylag kritikusak vagyunk, meg lehet nézni a percekben, hogy ki mennyire szólal meg, milyen állításokat fogalmazunk meg, tehát ők maguk vallják azt, és kikérik maguknak, hogy ők Fidesz TV lennének. Nevetséges, tehát ez az ellenzéknek az egész, most nem csak a politikai pártokat értem, hanem az egész holdudvar, akkora zavar van, hogy most már saját magukat kezdik lőni. Tehát az egyik szél lövi az egyik televíziót, ami igazi baloldali csatorna, azt azért ne tagadjuk le, meg ne tagadjuk el, mert ott olyan szövegek jelennek meg, ami máshol nem egyébként. Tehát olyan karakteresen ellenzéki Kondrát Györgytől kezdve a legnagyobb sztárok ott azért hazajárnak. Heller Ágnes, szinte minden nap ott van. Tehát, miközben egyébként az is tisztán kiderült, bocsáss meg, hogy a 444-nek az a baja az ATV-vel, hogy ugye ellenzi a migrációt és az illegális bevándorlást. De hát könyörgöm, egy egyház miért ne fogalmazhatna meg ezzel kapcsolatban véleményt? Mert lássak egyébként egy, szerintem nyíltan, de hogyha nem, akkor megkövetem őket, nyíltan cionista és filoszemita, ha a hídgyülekezetéről beszélünk. Tehát azért a magyarországi, ez egy másik történet, de hasonló, a magyarországi zsidóság jelentős része szintén a muszlim bevándorlástól való félelmében támogatja, és az antiszemitizmus megerősödésének a lehetőségétől félve támogatják a kormány politikáját, antimigrációs politikáját. És a hídgyülekezete, ha jól értelmezem, ezért állt a történet mögé. Ez a baj, srácok, akkor beszélgessetek egymás között arról, hogy most ti mit is képviseltek. Van egy ilyen vetülete is, de szerintem azért itt Simicskát is fel lehet fedezni a háttérben. Ugye az ő hírtévéje egyértelműen az ATV-nek a babérjaira tör. Tehát az egyértelmű, hogy viszi el az embereket, vitt el az embereket, hát Kálmán Olga ugye az egyik legnagyobb alak ebből a körből, és láthatóan gazdasági érdekei is fűződnek ahhoz, hogy az ATV-t a baloldali olvasók meg tévénézők között lejárassa. Tehát ez egyértelmű. Mi most még az árukapcsolás... Ezt a logikát követve néppártosodni kell. Na, tehát az ATV-nek néppártosodnia kell, mert hogyha elfoglalják azt a teret, akkor be kell menni közé. Na, és legközelebb drónaiban ilyen cicát kéne simogatni a élőadásban, nem vagy valami. A következő rövid hírekhez akkor rövid kommenteket szeretnék kérni tőletek, villámhírek. Az RTL klubban Heller Ágnes beismerte, hogy a Jobbikra szavazna. Azt hittem már mást ismerte. Na, mindegy, tehát Jobbikra szavazna. Hát ez nem volt annyira meglepő, hát az eddigi szimpátiája az egyértelmű volt. Most már simogatja volna Gábort, lehet, hogy 5 éve még betiltotta volna, de hát gyorsan változnak az emberek, egy liberálisnál meg ez az idő még gyorsabb. Tehát ő bármikor el tudja fogadni a holokauszt tagadókat is. Tehát hogyha az érdekei úgy kívánják, ezek szerint nem tudom. Már régóta megbeszéltük, szerintem lehet, hogy itt még talán nem, hogy tehát az egyik szélsőségtől nincsen messze a másik szélsőség. Tehát Heller Ágnes az ős kommunistá, most éppen ős szélső jobb oldali, de hát most nabum. Én pedig nagyon sajnálom azokat az embereknek, akiknek régóta elment az eszük, és nyilatkozniuk kell bárhol is. A pesti srácokat támadja a Zsúr Pubi, ugyanis egy cikketeket szerző nélkül jelentettétek meg. Pont ti, akik örökké kritizáljátok a szerző nélküli cikkeket a Zsúr Pubinál. Hát Szilveszter! Imádjuk őket. Nem, bocsánat, tehát mi is imádjuk őket, de ők is imádnak minket, mert egyébként rendszeresen a jelek szerint velünk kelnek és fekszenek, tehát mindenről írnak, mindenben csúnyák, gonoszak és rosszak vagyunk. Áll a folyamatosan, és minden baj. Minden baj. Tehát az, hogyha egy átvett hír megjelenik, amit egyébként nem mi állítunk elő, nem mi gyártottunk, és ezért ehhez nem adunk szerzőnevet, már ez is baj a Zsúr Pubinál. Igen, annál a Zsúr Pubinál, ahol rendszeresen szerző nélkül futatnak cikkeket is, ugye.
Simicskát tolják. Egy amerikai képviselő azt kezdeményezi, hogy az Egyesült Államok a magyar ellenzéki médiumoknak ne adjanak pénzt. Na. Érdekes ez az egész ügy, mert ugye a republikánus az elnök, úgy látszik, hogy a külügyi vonal az megmaradt demokratának, tehát azok az emberek, akik benn maradtak a rendszerben itt a magyarországi képviseleten is, fura liberók, tehát nem változott ez nagyon Obama semmi agyaték, Obama igen. óta, és ezt észrevették a republikánusok otthon, és most egy nyílt petíciót írtak az egyik képviselőjük, hogy akadályozzák meg azt, hogy az Egyesült Államok egy független ország média rendszerébe beleszóljon. Ez nagyon helyes egyébként, mert igen. az ő országukban ez elképzelhetetlen. Tehát egyébként, amikor ez a republikánus politikus ezt nyilatkozta és felszólította a frakciót, akkor nagyon helyesen járt el. Semmi? No comment. Jó. 10 demokrata szenátor jelentésében azt szorgalmazta, hogy Orbán Viktor tiltsák ki az Egyesült Államokból, mert nem tett meg mindent bizonyos dolgokkal kapcsolatban, lehet sorolni, hogy már megint mik a bűnök. Mindenhonnan tiltsák ki, szerintem. Tehát ne csak az Egyesült Államokból. Szerintem a Brüsszelből főleg. Bárhol találunk a világon 10 olyan embert, aki ugyanezt elmondja, meg ennek az ellenkezőjét is. Most az amerikai szenátorok, vagy a demokraták. Amit az előbb is mondtam. És nem, szóval, okay. De Amerikában erősek a kitiltási botrányokban, nem? Szerintem csinálják. Én annak is örülök, hogy tudják, hol van Magyarország. Pont ezt akartam mondani, azt kéne csinálni, oda kéne tolni egy térképet, hogy bökjenek le Magyarországra, amelyik nem tud rábökni egyébként a MAG térképre. Hát a Bukarest, ott az. Az ne írja alá. Félix Baumgartner szerint Nobel békedíjat kellene kapnia Orbán Viktornak Obama helyett. Hát most támadják elég rendesen emiatt. Szerintem Konrád osztrák sportolóról. De irodalmit is. Akkor Konrád 2-t is kapja. Kapja meg az orvosit. Ceausescu díjat is kapja szerintem. És megint előjött a Facebook cenzúra, mert az ezzel kapcsolatos közösségi posztokat egyébként törölte a Facebook, vagy cenzúrázta, vagy legalábbis letiltotta azokat az embereket, akik megosztották ezt a hírt. Úgyhogy, én egyébként azért minden azt gondolom, hogy most lehet, hogy nem leszek népszerű, de inkább ne adjanak Orbán Viktornak Nobel békedíjat, mert azok mindig inkább furcsa. Nem tudom, milyen társaságba keverednek. Szoktak egyébként születni, tehát azt felejtsük el. Közleményt jelentetett meg az Index, miszerint az egyik vezető anyaguk plágium volt, ugyanis a szerző egy katalógusból teljesen egészében átemelt egy írást, összeolózta, és akkor ezt mint egy vezető cikket. Hát a Göbölyös Somodíjra is esélyes akkor, tehát nagy versenyfutás van azért, valljuk be. Tehát annak a döntőbizottságnak, aki most vissza fogja venni ezt a díjat a 444-es újságírójától, hát ilyen hatalmas munkásságokkal kell szembenéznie, tehát nagy verseny van. Nem, az újságíró borzasztó nagyot hibázott egyébként, de most meg kell védjem az Indexet, mert helyesen jártak el. Tehát az, hogy egyébként ezt közölték és elhatárolódtak a plágiumtól, ezért egyébként most ki kell osztanom egy piros pontot. De ezt gyűjtsük így évvégéig, nem? Úgyhogy nem tudom, így egymár van. Indexet elő. Hát a eső emberben volt, ugye a piros pontos, meg a fekete pontos füzet. Szerintem a fekete pontos füzetre egy ilyen nagy katalógussal gyere legközelebb, és a piros pontos egy álmélyeset. De az már neked már az asztalfiókodban gyűltek ezek a cikkek. Ez most nem volt PC, mert Dustin Hoffman is vigyázni kell vele. Tehát ő is nőket molesztált. Me too. Engem nem. Tom Cruise nem? Akkor azt a filmet sem szabad még egyszer. Nagyon kevés időnk van, és az ellenzéki térfélen annyi téma van, hogy most már tényleg nem tudom, hogy melyiket hozzam szóba, viszont ugye most nagy összeborulás van itt az MSZP és a Párbeszéd terén. Karácsony Gergely megint nagyon szépeket mondott, ebből nézzük meg egy rövid részletet, és akkor folytatjuk. Nem érdekelnek a pártok. Azok az emberek érdekelnek, akik változást akarnak ebben a hazában. Azok az emberek érdekelnek, akik most nem tudnak felemelkedni, mert a saját kormányuk ül a nyakukon. Egyébként azok az emberek érdekelnek, akik Nógrádban rongyal fűtenek és majdnem megfulladnak a saját falujukban, mert annyira rossz a levegő. Azok a gyerekek érdekelnek, akiknek nincs jó iskolájuk. Azok a nyugdíjasok, akik Skype-on beszélgetnek csak már az unokájukkal. Mielőtt rátérnénk erre az egészre. Nem mondom el a szüleimnek, várjatok. A szüleim Skype-on beszélgetnek az unokájukkal.
valami 10 kilométer választja, és amikor éppen nem találkozok, akkor Skype-on beszélgetek. Tehát Karácsony Gergő, jól értem, szerintem édesapám hülyét fog kapni, hogyha ezt meghallja, hogy Karácsony Gergő még érte is. Csak egy rövid reflexió egyébként, ugye azt mondta, hogy nem érdeklik a pártok, de mondjuk az ATV-t sem, mert most az egyik névinzertben úgy jelentette meg Karácsony Gergelyt, hogy Fidesz párbeszéd koalícióban van jelöltként. Hát látszik, hogy a Fidesz bulvár csatornája. Ez csak egy rövid kitekintés a mai naphoz még. Fidesz bulvár csatornája le. No, de hát Karácsony Gergelynek pedig könyörögnek a fideszesek, a két, hogy ne legyen kétharmad. Én ezt Csuha Ildikótól hallottam először, ezt a verziót, pont az ATV-ben. Egyébként egy vitában mondta ezt, amit most Karácsony Gergely megismételt, hogy könyörögnek a fideszesek, hogy ne legyen kétharmad. Hát kíváncsi lennék én arra a fideszesre, hogy Karácsony Gergelyt szeretné miniszterelnöknek, vagy akadályozza meg a kétharmadot. Ki az? Nem csak annyi komment ez az egészhez, hogy Karácsony Gergő először talán Zuglóval foglalkozzon. Na, tegye rendbe az állapotokat, és utána jöhet az ország sorsa. Egyébként meg arról a teljesen komolyan vehetetlen hát politikusról beszélünk. Semmit nem csinál Zuglóért. Semmit, abszolút, sőt, inkább rosszabbodott a helyzet, igen, semmit javult. De arról a teljesen komolyan vehetetlen politikusról beszélünk, aki legutóbb úgy nyilatkozott, hogy ő már nagyon menekülettől a miniszterelnök jelölt, már mindenki csak ne ő, és már Szél Bernadett lábanyomát csókolgatná, hogyha mégis ő lenne hát a közös ellenzéki miniszterelnök. Ki a vizet akarta, nem akarom. Ki a fene akarta, hogy én legyek, igen, a minőség. Igen, a kisfiára is szólt, hogy ne káromkodja a part. Kell a fenének, igen. De hát azért annak van egy bája, hogy fideszesek azért könyörögnek Karácsony Gergelynek, hogy ugye ne legyen meg a kétharmad. Akkora ereje van ennek a politikusnak, hogy 0-ról 1%-ra felemelte a párt támogatottságát, akkor innentől kezdve a kétharmadot is meg tudja majd akadályozni, mert ez egy zseni ez az ember. Látjuk. Látjuk. Egyébként az LMP tarthat tőle a legjobban, tőle vesznek el szavazatokat szerintem Karácsonnyal, senki mástól, de az a tortán belül van, tehát a balos tortán belül. Hát ezért akarják az LMP-t is behozni a buliba. Hát igen, és most azon hezitálnak, hogy bemenjenek el. Hát nem tudom, én csak hallgatva ezt a beszédet azon gondolkodtam, hogy mennyi gyakorolhatott egyébként, hogy ezt úgy hittel elő tudja adni, mert szerintem annyira komolytalan. Nem, előtte a kocsiba súgtak neki, nem? Tehát elmondták előre is valószínűleg. Kunhalmi Ági lehetett. Kunhalmi Ági is. Megtanulta. Na folytassuk innen, jó, hogy jöttetek. Köszönjük. Nézőinek köszönjük pedig a figyelmet, köszönjük, legyen további szép estejük, viszontlátásra.